Cservenyák László a Szatmári Múzeum igazgatója lett a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének új elnöke. Egy éves mandátumáról kétnapos közgyűlésen döntöttek, aki vendégünk is a stúdióban. Jó napot kívánok! Üdvözlöm. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a nézőket! Először is gratulálok! Köszönöm szépen! Egy év! Miért pont egy év? Azért, mert a rotáció működik a Vidéki Múzeumok Szövetségében, hiszen ez egy egyéves komoly feladatot jelent mindenkori elnök számára. Hasonlóan működik a Rotary Világszervezet is, ott is mindig éves váltásban, mondjuk a rotáció jellemző, és valójában semmilyen plusz juttatással nem jár ez a feladat, ez a poszt, hanem rendkívül sok munkával is, szolgálattal jár. Elég és ez az egy év? Folytonosság azért megvan a szervezeten belül, tehát nem azt jelenti, hogy bezárom az ajtót, és akkor majd a következő nyisson egy újabb ajtót, hanem megkezdett dolgaink vannak, amit szeretnénk, nyilván, hogyha cikluson átnyúlik, ezeket a következő elnök folytatja. De ha jól tudom, akkor minden egyes elnöknek van egy külön célkitűzése. Általában igen, az előző elnöknek a régészeti feladatnak a megerősítése volt, illetve újra a múzeumi hatáskörbe való szervezése volt a prioritása. Régészként a Rostra Szabolcs, a Kecskeméti Múzeumnak az igazgatója számára ez nagyon fontos volt, hiszen ugye a Kecskemét Mercedes beruházása és minden egyéb, tehát egy nagyon komoly régészeti feltárási munkáik voltak, és hát ez nyilván az prioritást élvezett. Mindjárt az ön célkitűzéseiről is fogunk beszélni. Először azért térjünk egy kicsikét arra, hogy mi is a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, tehát hogy mi a feladata ennek. Igen. A szövetségnek. Tehát 2013-ban jelentős átalakulás volt a magyar múzeum ügyben, mintegy közel 40 évig megyei múzeumi szervezetek voltak, amelybe nyilván a tagintézmények is mind beletartoztak, és hát mi is, mint a Szatmári Múzeum, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei múzeumok igazgatóságához tartozunk, amúgy a József András Múzeum volt a székhelye, és 13-ban ezek országosan külön váltak, és mindenki önállóan működő tagintézményé váltak, és így mi az adott, és minden múzeum az adott településnek az önkormányzatához került, mi ebben az esetben Mátészalkához kerültünk, és korábban volt az ország, a megyei múzeumi szövetsége, megyei múzeumok szövetsége, amely felölelte a 20 megyét, a fővárost ugye természetesen ebből kiveszik, és ezek egy közös érdekképviselete volt. És ezek után, mivel mindenki önálló lett, kellett egy olyan szakmai szövetségnek, egyesületnek, de inkább szövetségnek létrejönnie, amely valamennyi tagintézményt felölel. És ebben az esetben jött létre 2014-ben a Magyar Múzeumok Szövetsége, aztán kisebb átalakulásokkal 15-16-ban ért el a végleges feladatkörét, amikor Kaján Imre az Zalaegerszegi Múzeumnak az igazgatója lett az első alapító elnök, és azt követően választotta a közgyűlésre egy elnökséget, amelynek én is tagja lettem, és az elnöki poszt az elnökség tagjaim belül forog körbe, és nyilván, hogyha lejár majd a mandátumunk, új elnökséget választanak, és azoknak a tagjai, tehát potenciálisan mindenki elnök jelölt ebben az esetben, de én harmadik elnökeként azért nagyon megtisztelő, hogy képviseljük az ország közepét, a végeit, és a következő elnök pedig a Csapláros Andrea, a Szombathelyi Múzeumnak az igazgatója lesz a következő évben. Tehát Mátészalkától Szombathelyig és az egész országot felölelve képviseljük azt a múzeum ügyet, ami Magyarországon most jellemző. Mondja, hogy érdeket képviselni kifelé. Valójában maga a szakmai szövetség, ugye szövetségbe lépünk, és hát nagyon fontos, hogy a fenntartó, illetve a minisztérium felé képviseljük azt a múzeumért, feltárkozott a problémákat, amelyek előfordulnak, illetve képviseljük a múzeumban dolgozóknak az érdekeit. Egymás között a szövetség az milyen erős? Tehát gondolok itt arra, hogyha létrehozták ezt a szövetséget, a múzeum látogatók ebből tudnak-e valamilyen előnyt érezni? Tehát gondolok itt akár például olyanra, hogy a legjobb kiállításukat elhozzák egy másik múzeumba, vándorkiállításokat. Természetesen, hát pontosan ez a lényeg, hogy az információ áramlás, ami a múzeumok között létezik, és az pontosan az egymásnak a megismerése, hiszen a közgyűlések és azokon való találkozás, illetve az a belső információs rendszer, amelyen egymásnak az információit meg tudjuk osztani, ezek bizony-bizony szakmai és kollegális kapcsolatokat is erősítik. Pontosan például ugye a kiállítások cseréje. Valakinek majd nagyon jó sikerű kiállításra, azt ki tudjuk közelíteni, és a személyis kapcsolatok nagyon fontosak, hiszen generációs váltás van a mi területünkön is. Én is már az idősebb korosztályhoz tartozom, hiszen nagyon sok kollega, amikor én 30 éve ezelőtt, idén 30 éve, hogy a Szatmári Múzeumba kerültem, tehát akkor akik a szakma nagy elődjei voltak, mind már sajnos nyugdíjas korban vannak, vagy már nincsenek is közöttünk, és az a folyamatosság azért jellemző, hogy nagyon sok új kollega van, és hogy megismertessük őket egymással, ezek a konferenciák, illetve maga a szövetség nagyon fontos szerepet tölt be.
És visszatérve arra, hogy mi az én prioritásom az elnöki ciklusomban, a kulturális és közgyűjtemi közszférában elég jelentős a béreknek a lemaradása. És ezt a minisztérium felé is jeleztük, és ezzel kapcsolatban egy érdekegyeztető fórum jött létre a kulturális és közgyűjtemi területeken dolgozó szervezetek között. Gondolok itt a könyvtárosokra, az informatikusokra, könyvtári informatikusokra, levéltárosokra, művelődési központosokra, népművelőkre, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, benne a múzeumoknak a szövetségével, illetve a Pulszki Társaság, a Magyar Múzeum Egyesülettel, akik mindannyian azt a célt tűzték ki, hogy valamilyen bérrendezésre kerüljön sor. Vannak már konkrétumok, hogy mennyivel igen, szeretnék emelni a béreket? Igen, ezzel kapcsolatban elkészült egy bérfejlesztési javaslat, pontosabban egy előterjesztési, ugyanis a minisztérium ugye befogadó erre a szakállamtitkárság, erre felkérte egy érdekegyeztető fórumot, hogy egy életpálya modellt állítsanak össze, egy múzeumi stratégiát, mi a múzeumok küldetése, hogyan töltik be szerepüket a helyi identitás megőrzésében, annak fejlesztésében, ápolásában. És ennek a munkának hogy állnak? Ezt sikerült megküldeni, nagyon rövid idő állt erre rendelkezésre, de április elején sikerült megküldeni ezt az életpálya modell tervezetet a minisztérium felé, és ebben szerepel természetesen az a bértábla javaslat is, hiszen most óriási ellentmondások vannak, ugye a minibál bére való kiegészítés kapcsán, csak klasszikus példa, hogy egy pályakezdő érettségizett néhány ezer forinttal keres kevesebbet, mint a szakmában akár doktori vagy tudományos fokozattal rendelkező 15-20 év dolgozó szakalkalmazott. Tehát akkor vonzóbbá szeretnénk tenni, igen. Jellemző ugye a pályaelhagyás is a szakmában, hiszen akik tanári képesítéssel is rendelkeznek, azok nagyon sokan visszamennek tanítani, és nagyon nagy komoly tapasztalatot, tudást visznek el a múzeumból, és hiszen a bérük akár 100-150 ezer forinttal is több az oktatási területen. Tehát megtartani is. Szeretnénk megtartani ezeket a szakembereket. Másik, igen, nagyon fontos prioritás még a elnöki ciklusomban, hogy a vidéknek az érdekeit bemutassuk. Magyarországon most körülbelül 50 millió műtárgy van, ami leltározott. Ennek nagy része a vidéki múzeumokban van, és szeretnénk megmutatni a vidék értékeit, az értékes vidéket, a vidék értékeit egy vándorkiállítás formájában, ami körbejárja az országot, majd pedig a Nemzeti Múzeumban lenne a fináléja, ahol a főváros felé is bemutathatnánk, hogy milyen értékek vannak a vidéki múzeumokban. Kíváncsiak vagyunk a folytatásra és a munkájához. Sok sikert! Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.